Szép napot, dübörög a szolnoki zenevonat ezerrel, mint ahogy látják a fővutóba. Annak idején, mikor gondolkodtunk rajta, hogy milyen is legyen ez a bizonyos zenevonat, hogy legyen a cím, szerintem most már így önöknek aránylag jól beállt. Az apropó az, hogy tudják, szoktam volt mondani, hogy a műsort három dolog élteti, vagy pontosabban három lába van. Ezt a lábat azért szoktuk néha bővíteni. Az egyik lába, hogy régi öreg zenekarok bemutatkozása itt a műsorunkban. Ez már egyébként megtörtént többször is, a szolnoki nagy híres zenekarok már voltak itt nálam. A másik lába ennek a bizonyos műsorunknak a föltörekvő ifjú tehetséges zenekarok. Ugye volt ez a szolnoki dal, ott azért találtunk egy-két nagyon jó zenekart. Ezek a zenekarok egyébként majd fognak ide hozzám is jönni. A harmadik láb országos hírű sztárcsapatok, nevezzük itt őket, akik már voltak nálam a kar. Tárgő együttes, Kovalszki, Mega Vega, Pataki Attila, és sorolhatnám azért a Apostol együttes tovább is ezt a sort. És most nagy gondba vagyok, hogy a mai műsorunkat hogy is tegyem, mert valahogy úgy pont ez a láb, nem mondom, hogy billeg, de nagyon sokat rá lehet fogni. Még nem abban a kategóriában vannak, hogy már nagyon öregek, ezt majd kikérik maguknak, és még nem is abban, hogy ők fölterekvők meg a sztár között, de hogy is lesz ez a bizonyos dolog, ki fog a mai adásunkba derülni. Minden esetre nagy szeretettel köszöntöm az Origo együttes nagy csapatát itt a zenevonatban. Régen készültük rá, az apropó az adta velem, hogy 25 éves vagy 20, hát ezt majd Csaba nekem pontosan elmondja, de az apropó az, hogy nem is tudom, hogy hanyadik virágzásotokat fogjátok élni, majd főleg jövőre. Beavatjuk majd a kedves nézőket, hogy is fog indulni, mert mindenki szanaszét volt az országba, a világba, de hogy lesz majd a 2019-es év, erről szeretnélek faggatni majd a műsor második részében benneteket, de azért az elején visszamegyünk egy kicsit a múltba, és akkor gyors névsorolvasás, egy úriember nincs közöttünk, de arról majd beszéltek. Szent Miklósi Csaba, Ratkai Miklós, Ölvendi Nyegle János, illetve Balogh Cica László, aki gyakorlatilag 2 órát aludt, mert kamionozott, Kecskeméten volt, és pont a felvételre ideértél. Úgyhogy köszöntelek benneteket még egyszer. Hello. Hello. Sziasztok. Szóval hosszú volt a fölvezető, de innestől kezdve ti beszéltek. 25-26, Csabi, azért te voltál ennek a nagy mindenese kitalálója, meg nagyon sokat dolgoztál, és nem csak beszélni fogunk, hanem azért sok klipet is be fogunk játszani, amiket összetettél a mai műsorra. Szóval mi is az apropója a beszélgetésnek? Hogy tervezitek a 2019 évet? Hát először is el kell mondjam, hogy az egész dolognak a kitalálója, Ölvedi Nyegle János, mindenki ismeri, tehát ő az egész Origo kitalálója, alapítója. És amiről beszélni fogunk most, ugye az Origo Klub, ami a legfontosabb, aminek szintén ő a értelmi szerzője. Annak idején ő találta ki, ő szorgalmazta egy kicsit ellenünkbe is, mert egy kicsit mi idegenkedtünk ettől. A klub koncertektől? Igen, mert kicsit régiesnek tartottuk magát az ötletet. Aha, hogy Detro klub volt, igen, meg hogy ez annak idején jó volt, de hát ez most hogy fog menni, meg ilyen 5 óra ideje, meg nem tudom. Uh-huh. Aztán láttuk, egy év nem telt bele, hogy rendkívül sikeres volt a dolog. És most 25 éve eltelt a zenekar életébe. Ezt mondjuk megünnepeltük a 26. évbe. Ugye ezt technikailag így tudtuk összehozni. Uh-huh. És most felvetődött ez a dolog, hogy régen csináltuk ezt az Origo klubos egész rendszert, uh-huh. és ideje lenne ezt újra föleleveníteni tulajdonképpen, már csak azért is, mert rengeteg megkeresést kapunk, tehát akármelyikünk akármerre jár. Aha. Régiekkel találkozunk, mindig azt mondják, hogy miért nem. Tehát ugye a városban nagyon nincs ilyesmi, uh-huh. létezik egy-két próbálkozás, de az Origót azt nyilván sokan szerették annak idején is, és mi lenne, ha. Úgyhogy erről beszéltünk már többször, uh-huh. és már 2 éve, 2,5 éve volt egy próbálkozás, de hát akkor még nem volt időnk se rá teljesen, meg nem tudtuk teljes mértékben ezt elkezdeni. Most viszont úgy néz ki, hogy együttállás van, aha. mindenki szeretné csillagok csinálni. Csillagok is jól állnak. Meg hát a srácokkal is. Így. És akkor úgy gondoltuk, hogy ezt majd most uh-huh. elkezdjük, és majd beszélünk róla, hogy hogyan. Jó. Jó, hogy nem udvariatlanság mondott, hogy a Csabit szólítassam meg, és örülök azért, hogy megszólítottad. Nyeglét, ugye nyugodtan mondhatjuk itt ezt az egyszerűség kedvéért. Időt is csakarítunk, és többet tudtok majd beszélni, hogyha nem mondjuk ki a teljes nevet. De mindenkinek lehetett volna ugye egy-két beceneve. Majd erről azért később beszélünk, hogy kinek hogy születtek ezek a szlogenek. Úgyhogy
valamit az időszavát mindig megérzed, mint hogy a Csaba mondta ezek szerint, hogy amikor azt a bizonyos klubot, akkor nem volt annyira keletje, de most azért retro hangulatban, most indult egy új rádió, lehet a régi dolgokat hallani, most azt gondol az ember, hogy igen, de annak idején, amikor mondtad, hogy legyen klubkoncert, akkor hogy született meg a gondolat? Hát a zenekar már szépen működött, és szépen összeállt, és már sok bulink is volt, amikor arra gondoltam, hogy tényleg a Metroklub jó példa volt erre, hogy csinálni kell egy meghittebb jellegű dolgot, ahol rendszeresen részt veszünk, annak a rendszeressége ugye kérdéses volt, tehát a havi rendszeresség mert döntöttünk. Arra gondoltam, hogy próbáljuk meg, valóban volt egy kis ellenérzés, de aztán csak követtek a srácok, és hát hónapok múlva be is igazoltak. Hónapok, ezt akartam kérdezni, hogy a megszületett gondolattól az első koncertig mennyi idő tehetett? Fél év? Amennyire emlékszem, hónapok, fél év biztosan, és akkor kezdtek el jönni, óriási érdeklődés volt, voltak először hatan. De az elsőről majdnem... beszélj, amikor megszületett, az rendben van, eltelt a fél év, plakátok, helyszínkeresés. Hát igen, két fontos helyszín volt, ugye az Abonovák kulturális központ, illetve a Hemu, a legendás Hemu, ez a két helyszín. Hemu ami... is volt, arra nem emlékszem. Évekig ott voltunk, igen. Azta. Évekig ott voltunk, de ott különböző technikai épület. Emeleten? Az emeleten a nagy terembe voltak, igen. Rendkívül látogatottak voltak, tehát meglepően. És emlékszem arra, hogy egyszer Edda volt a városban, a Körcsarnokban, és pont rosszul döntöttünk az időpontot, illetve nem kaptunk mást, és ment a Borigó Klub is. Már akkor is sokan voltak, vagy 300-an, amíg az Edda ment, de az Eddának vége szakadt, véget ért az Edda műsora, és átjött tényleg, hogy 200 ember. A mindenségét. Ez hányban volt? Egyébként tudja, időszámban jó vagytok, hogy mikor volt az első, ugye Csaba gondolkodik. 90 plusz mínusz egy-két év. 96, ez, amiről beszél most. Talán még annyit, hogy elkaptuk az idők szavát. Igen, akkor már a diszkózene, illetve a gépzene már nem volt olyan újdonság, és egyre inkább kialakult egyfajta igény az emberekben, amit érzékenyre letett a városban is, meg az országban is, hogy igény van a, ma már retrónak mondjuk, akkor nosztalgiának is szoktuk mondani, az élő zenére. Én ebben reménykedtem, és ezért kezdtük el. Ugye az alapító tagok, az hogy van? Azért menjünk vissza 25 évhez, majd azokról is beszélünk, akik ugye már nincsenek közöttünk, és van is egy-két dal majd az emlékükre, amit írunk, hogy az alapítóknál ugye így megvoltatok teljesen 25 évvel ezelőtt? Hogy volt? Ki tudja ezt? Nem egész így indult, tehát az alapításkor még Laci, Cica se volt még a zenekarban. Ki volt az első énekes? De Leve se volt a zenekarnak Origó. Ja, nem is Origó? Úgy tudom. Hát a legelső alkalommal Balázs Gabi volt a dobos, Rigó Jancsi volt a billentyűs énekes, Szőke Csaba, aki most igazoltan távol van betegség miatt, és őt is említsük meg, hogy ő ugye az ötödik tag most a zenekarban. Ő volt még, Kriszte Györgyi volt még énekes, Nyegle volt basszusgitáros, én meg gitárosként. Ez volt az alapító, ez volt az induló dolog. Utána szerintem két hónap múlva már Urbán Gabi dobolt, és egy fél év nem telt bele, akkor már Cica is énekelt velünk. Akkor ez gyorsan ment. Hogy egészítsem ki, az én ahogy igen. Láttam a dolgot. Én azt gondolom, hogy Urbán Gabit is idevéve így volt az alaporigó, mert nevünk is más volt még akkor, amikor kísérletezgetünk a Szőke Csabával. Pedig te egy jó névadó volt. Ki adta végül is az Origót? Az az enyém volt. Hát tiéd volt. Jó van. Az az enyém volt. De ez így, ahogy most láttok minket, ez így az alap Urbán Gabival kiegészítve, aki valóban az első dobosa volt, így volt. És alapzenekar. Mikor került retek a csapathoz? Hát nagyon komoly dobos elődeid voltak, hát azért ebbe a csapatba bekerülni. I am peace. Nem semmi lehetett. Szerintem 96. Akkor már a klubnál már te játszottál klubkoncerteket? Vagy 95, vagy 96, de inkább 96-ba kerültem be. De nem is ők szóltak, máshonnan tudtam, meg a színházba próbáltam, és a Baltai Jucsi szólt, hogy az Origó dobos keres, és hogy majd engem fel fognak hívni. Azt nem is tudjátok.
Tehát ez konkrétan így történt. Tényleg, ez most hangzik el itt, azért ez történelmi pillanat, várja, hogy te hogy került az együtteshez. Más is lesz, mint a Barta Judit sokak által ismert, nagyon kedves hölgy. Aki énekelt, és azt hiszem, Béla kamarakórusban énekelt sok-sok évig, most külföldön dolgozik már évek óta. Nagyon jó barátságban vagyunk egyébként ilyen tínédzser korunk óta. És együtt próbáltunk a színházban az egyik operetre, és akkor szólt a próba közben, hogy az Origo majd fog keresni, mert dobos keresnek. Ő ilyen mindent tudó. Hát a csajok már ilyenek. Pont, hogy ne, épp hogy csak nem piacon dolgozott, de egyébként ugyanúgy tudott mindent. Ezt mondom, azt nem tudom. Majd a Jucit is meghívjuk. Várjatok, mindenki szólt most már egyet. Hajlamos vagyok kérdezni, de olyan sok jó dal van, úgyhogy engedjétek meg, hogy néha én közbevágjak, és akkor ne csak beszéljünk a zenéről, hanem hallgassuk is, mert nagyon komoly jó kis dolgokat állított össze Csabi. Mi lesz az első szám? Nálad van a írás. Így van, ez a 15 éves, mondd péntesről lesz a, egy kis angol így szám van. Lesz. Így van, ez egy Twisted Sisters óta, mindenki föl fogja ismerni. Aha. Ennek az az érdekessége, hogy ugye a 15 éves jubileumi koncert a Hiltéren volt, és gyakorlatilag szinte mindenki ott volt, aki előtte már játszott a zenekarba. Rétek később érkezett, mert akkor is koncertje volt Tószegen, azt hiszem. Másik együttesbe is nyomta, vagy hát háromba? Akkor igazából nem volt a zenekar tagja, csak tudod, ő is mint volt tag. Ja, értem. Jött, és akkor erre a számra esett be, tehát egy másfél perccel azelőtt így a kezébe nyomva a dobverő, fölment a színpadra, és akkor innen folytattuk a koncertet. Hát akkor ez, te is így emlékszel? Így. Nem cáfolod? Nem hiszem, hogy későbben voltam, igen. Megerősíted ezt a dolgot. Hát akkor nézzük ezt, hogy amikor ő beállt egy másfél perccel a koncert előtt, akkor hogy dobolt, remélem, hogy jó kis fölvétel lesz. Ez következik most. Yeah.
nagyon jó bőrben voltatok itt, jól szólt ez a dolog. Ugye Perge Jutussal kiegészítve. De cica érdekelne engem, hogy mielőtt itt a 3 órás alvás után véletlenül beszenderegnénk alatt. Hogy lehet az együtteset kerül ide? Csabival itt még ment, ezen azért beszélgettünk róla. De azért egy komoly heavy metal nyomtál. Nem volt neked snasz egy ilyen origóhoz menni, aki azért nem heavy metal? Játszott. Csabával játszottunk 80-as években az Arzenál Metal zenekarban, és hát mit mondjak, jó pap volt, itt tanul, én is kancsoltam olyan, hogy tudom elérkelni az ilyen dalokat. Ilyen nem lenéztem őket, hanem mert hát értéket képviselnek. Uh-huh. De meg jó néha, nem, hogy mondjam, üvöltének, hanem így finomságú kijönnek az emberből, amit akkor jön rá, hogy ilyet is tud. Tehát jó tesz. Végülis te a sok oldalúság. Hány éves korod óta énekelsz? 17. 17? Most vagyok 25. És az első zenekarod volt, vagy hogy volt a 17 évesed? Arzenál előtt még. Volt. Akkor még nevünk sem volt. Volt nevünk, nem. Csaba is ott volt, ti azért végig együtt nyomtátok? Közös? Hát én emlékszem rá, hogy Cicáiknak volt még egy zenekara az Arzenál előtt. A Lady Macbeth. Nem tudom már, mi volt a neve, de ez gyakorlatilag rövid idő után összekerült. És akkor együtt nyomtunk egy heavy metal produkciót. Aha. És ki választotta az énekes? Meghallgatás volt, jó lesz ez a hang, nem jó, nagyon rockos, tetszik, nem tetszik? Azt hiszem Orbán Gabi jött egy próbára, akkor még a Rigoyan énekelt, meg én énekelgettem, de nem volt igazi szólisztikus énekesünk. Uh-huh. Ő szorgalmazta, tudod, egy srác, aki a piacon karácsonyfát áll, most gomba volt, pedig karácsonyfa volt. Na mindegy. Piac. Biztos, hogy karácsonyfa. Mondta, piacon karácsony, onnan szedett az énekeseket. Yeah. Eljött, és hát amikor belebődült a mikrofonba, akkor beleborsolódik az ember hát, amikor itt a megszólal. És David Coverdale, bocsánat, David Coverdale-t is úgy fedeztük, hogy piacon állót is énekel. Mondjuk én szerintem nem énekeltem. Hát akkor így történt. És hát ugye egyértelmű tehetsége, meg a karizmája azonnal átjött a próbán is. Milyen frontember, én azért mögöttek kitettem, Viki Dágyula is valahol ott van mögöttetek. Majd itt ezekből a lemezekből ne felejtsük, mindenki húz egyet, bal kézzel csukott szemmel is kíváncsi vagyok, mert itt azért vannak lemezek a múltból, vagy 30-40 év terméseit vannak, hogy ebből játszottatok-e, vagy ki mit, lehet majd persze buskázni. Zenekar életébe elindult akkor, amikor összeállt a csapat. Onnastól akkor már futott a szekér végig. Most nézzük időrendben, hogy az meddig volt. Mi volt az aranykor, nevezzük annak. Utána volt szünet, együttesváltás, Cica elment, Kecskemét. Hogy történt? Aranykor. Vagy végig aranykor volt? Hát lehet mondani nyugodtan, ilyen értelemben. Az Origó klubról ugye akarunk többet beszélni, azért mondom mindig azt, mert ez legyen most a központi dolog, amiről jó. Mondom, hogy nyilván az az időszak, tehát ez a 2000 pontosabban 1994-5 től kezdődő, ez a 2000-es évek elejéig, tehát ez volt az igazi, ilyen értelembe vett aranykora. És nem csak Szolnokon voltatok, bocsánat, nem csak Szolnokon. Törökszent Miklós, Karcag, így van, megfertőztétek a megyét? Tulajdonképpen nem csak a megyét, mert még Moson-Magyaróván és Szombathelyen is játszottunk. Miskolc. Ez alapján, hogy itt zenéltünk a Origó klubban, tehát rengeteg ember volt itt, főiskolások, ugye akkor a főiskola még elég nagyszámú tanulóval rendelkezett, és rengetegen jártak az ország minden pontjáról, sok meghívást kaptunk ezáltal, tehát nagyon sok helyre eljutottunk. A számokat mi módon állítottátok össze? Akkor épp futós lágerek, vagy mindig csempésztetek be, magyar, külföldi számok, azok milyen arányban voltak? Hát egy klasszikus blokk volt, amit muszáj volt eljátszani, az a Beatles-től kezdve a Illés, bármit mondhatnék, most rengeteg zenét. Mellette pedig mindig egy frissülő, tehát annak idején azért hetente próbáltunk, ott heti 3-4-5 szám is volt, hogy megtanulásra került az aktuális slágerek közül. És ez gyakorlatilag a zenekarnak az egész működése alatt a mai napig is így van. Hány, mekkora repertoár most már több száz gondolom, vagy hogy van? Egy koncertnél 26-nál azért nem fér bele több. Hát koncertnél nem, de hát azért nem... A bulinnál több nyilván csak? A... Négy blokkos klubjaink voltak. 60? Olyan, és hát 60 az átlagos, egy ilyen Origó klub például 60 számos. Hoppa. A zenekarnak a ilyen értelmű repertoárja az 360
30-340 dalmost. És hát nagyon, nagyon eklektikus volt, szoktuk mondani, hogy gyerekek, kiállítsa össze a műsort, mi legyen a műsor. Szoktuk mondani, hogy az Origo játszik mindent az Emmanueltől, az volt az alja. Világos. Az Emmanueltől a Highway Starig, ugye ez egy Deep Purple nóta. Tehát viccesen így fogalmaztuk meg, hogy széles spektrumon játszottunk. Hát ugye fenében a kemény rockon nőttek föl, hát a Deep Purple az alapból ott volt, meg a Zeppelin, meg ezek Csabáiknak. Tehát ebből a szempontból nagyon jó meglátásod volt. Hogy mondjam, te hoztad a régi illést, ők meghozták a hevit, Miki mit hozott bele? Ő is szerintem az ilyen hangzás. Bocsáss meg, tehát a zenek a nagy erénye volt, hogy mi különböző stílus, a srácok, ők hárman, Retek, Csabi meg a Cica. Aha. Hát inkább a, én nem mondanám, hogy heavy metal volt, én inkább kemény hard rocknak mondanám. Így van. De mindegy, hát majd ők megmondják, hogy ez a mi faj. Hát én a rockban nem voltam annyira akkoriban benne, inkább a beat. A beat, így a koromnál van, fogva így a beat, van. De hát az összemosodott aztán ez a két műfaj, és ennek a sokféle ízlésvilágnak a elegye adta az Origónak azt a varázsát, hogy mindenhol elfogadtak minket. Most valami be is ugrott, mert amikor az integrál, ős integrállal beszéltem, ott is volt egy szakadás, és pont amikor a régi öregeket fölváltották már a fiatalok, és az egy jó kis friss leheletet hozott az együttes életébe, hogy ilyen kis költői képzavarral éljek. Te hogy voltál ebben? Bírtad a régi öregeket ebben a jó kis új stílusú dobossal? Hisz azért a dobos múltak, akkor beszéltünk a srácokról, azért megadta az alapot ott is. Hogy mondjam, egy kicsikét régebbi stílusban, vagy dobnál van egyáltalán stílus? Vagy milyen módon? Hát, persze van, hogy nem, mint minden hangszernél lehet ilyen-olyan stílusba dobolni. Nekem ez mindenképp izgalmas volt, mert az előző zenekaraimban sokkal sematikusabb volt a koncepció. Itt meg aztán volt mindenféle, és ez nekem tetszett, hogy egyrészt olyan, egy csomó olyan számot is játszhattam, amit még előtte nem. Meg így legalább kicsit belekóstoltam ezekben a műfajokban is, amit még ugyan hallgattam már sok éve. Aha. Tehát hallgattam én gyerekkoromban is már fonográfot, meg ilyeneket, viszont nem játszottam. Velük meg játszottam ilyeneket is, és én nagyon élveztem. Hát, hogy a sokszínűség hogy kavarodik tovább, mindenesetre emlékezzünk meg egy-két énekesről is, vagy tagról, mert Rigó Jani, ugye, ő hány évet volt nálatok a János? Mint billentyűs énekes. Hát, több évet meg nem mondom most már, biztos, aha, hogy... Hát körülbelül 8. Haláláig ott volt, vagy már hamarabb ment? Hamarabb. Hamarabb. Érdekes elegye volt a hármunk hangja a Cicának, az elemi erővel. Ős erő, ami kijött bele. Rigó Janinak most kihez hasonlítsam. Creedence Clearwater. Igen, az is benne van. Vagy a Phil Collinsnak van olyan éles, érces hangja, az ilyen kis lágy hangocskám, így hárman jókat énekelgettünk. Hát akkor nézzük most, mert az ő emlékére van, 58-as Boogie Woogie Klubban. Hát ez mindig egy ilyen kis induló szám is volt az Origo Klubnak, tehát ezzel asszociáltunk rá, és akkor ezt ő énekelte. Ennek a felvételnek az a érdekessége, hogy a hanganyag szintén a 15 éves jubileumi műsorban készült. Vágatlan, javítatlan az így, ahogy megtörtént. És akkor ilyen hangulatképek vannak ugye alávágva, ezt majd látjátok. Jó, hát nem is lehet jobb fölkonf, ez következik most. Boogie Woogie Klubban 958-ban volna jó. Millióan voltunk, ő, hogy eljutottunk el. We'll be right back.
van ismerő száz, ez oly vidál a ház. A boogie-boogie klubban volna jó. Ez már történelem, halljátok. Most, hogy így belegondolok, azért nagyon jó kis apat úgy együtt látva ezeket a életképeket. Ugye ez nem csak az egy koncert, ez egy igazi videoklip, és Csabit dicsérő, hogy ezeket összeszedted. Ennyi anyagotok van egyébként? Vagy ki forgott? Hogy forgottok? Sokkal több. Ez sokkal több? Van olyan, amit ők még nem láttak, ami csak a te birtokodban van? Persze. Azt a jó mindent. Ilyen zsarolós is, amikor nem a cigaretta meg sör volt egyszerre a két helyen, hanem... Nem, hát igazából annak idején én próbáltam ezt szorgalmazni, hogy legyenek de dokumentálva dolgok. Így van. És hát ez még a legelső zenekaromból tudom, akkor még kazettás magnóra rögzítettem a próbákat, ilyesmit, és nagyon jó volt utána visszahallgatni egy idő után. És akkor, ugye már volt bárkinek videókamerája, akkor megkértem, hogy vegyél már föl műsorból, és úgy elég sok anyag összejött azért. Ez nagyon jó. És ilyenkor érdekes, hát akkor még nem volt olyan érdekes, mikor másnap megnéztük, hát jóban ez volt, sőt örültük, de nem látjuk, de igen. Ugye 10-20 év múlva már elég komoly dolgok jönnek. Ott láttuk az első klipet, arról beszéltek a ugye Furkó Kálmán kint a seregbe. Az volt az első, ami klipszerűen elkészült az Origónál? Igen, igen. Hát az egy saját szám, a Békedal készült, Hajdú Peti és Szekeres kollégátok, segítsetek ki. Igen, Sanyi bár. Szekeres Sanyi, így van, bocsánat. Ők csinálták a klippet, Sanyi forgatta, és akkor ez kinkészült Nyegléknél a laktanyába. Furkó Kálmán és csapata segített elég sokat. Cica is bevonult egy napra katonának. Egy napra csak? Elég volt. Elég volt benne. Voltam nem én. Voltál katona? Életek? De én voltam. Ja, voltál, azt hittem, akkor plusz egyet ráhúztál. Hát ez tengeri zsargos volt. Csak tenger nem volt. És akkor ez egy elég kalandos kis forgatás volt, de ez volt az első klip. Hát tulajdonképpen sok nem volt, úgyhogy... Elmegyünk a múltba, de mint ahogy Csaba mondta, hogy ne tévesszük szem elől a klubot. És most már azért a beszélgetés felénél vagy tovább, nem? Meg a dalokba is majd gyorsabban tömörítjük magunkat, hogy minél több dalt halljunk. Mikorra tervezitek, hogy megvannak már a bizonyos szerződések, helyszín, lekötés, hogy is indul majd ez a Origó Klub 2019? Ki az, aki ennek szakavatottja most? Hát igazából mi ketten Csabával járogatunk a Vifászba. Már tulajdonképpen minden meg van beszélve, le van egyeztetve. Január 19-én lesz az első. Január 19? Amit nevezhetünk Pótszilveszternek is, de hát végül is azért bizonyos szempontból az első Origó Klub. Lent a földszint? Ugyanúgy az aulában, aula. Mint régen, tehát a helyszín az pont ugyanaz, és már a februári dátum is megvan, csak az most nem jut eszembe, talán 16-a. Hoppá, mert akkor havonta lesz egy? Így van, ez terve? A terv, nyári szünetig minden hónapban csinálunk egyet. És akkor meglátjuk, hogy halad a dolog, de hát reményeink szerint jól, hát a dalok jók. A dalok, hogy ne lennél meg. Cica is nagyon jó állapotban van, tehát azért frontember nélkül, várjatok, mert azért Kecskemétnek te könnyű így szólok, mit fog idejönni, de azért mikor szóltak, hogy klubra jönnél-e, hál' Istennek, hogy itt vagy, tehát gondolom, hogy igen mondtál, de hogy egyből-e vagy nem? Egyből igen, mondtam, azért is végül is, mert most már jobban ráérek zenéleg, mert a másik zenekarom az időgéppel, ugye most stagnál a helyzet, mert már vendégművészekkel játszottunk, és akiknek fő zenekaruk van, és Piramis, Mobilmánia, P-Mobil, az, igen. Az Iron Maiden, igen, és szóval most ez nagyon stagnált, szerintem. Hogy látjátok egyébként 2018-19-es zenei világot, élő zene van, lesz, volt, meg mindenfélét el tudunk mondani, de nem... Hogy mondjam, a vállalkozás, hogy újraindul, bár össze kellett ülni, hogy van-e létjogosultsága, lehet, hogy banális a kérdés, csak azért mondom, hogy hány emberre számítotok, azért most Szolnokon fut egy-két klub, és arról majd később beszélünk, ahova járnak a fiatalok, hogy nem merész vállalkozás ez most?
Hát merész. Hát, amikor elkezdtük, akkor is merésznek tűnt, és bejött. Meg, szerintem megint egy olyan korszak következik, amikor ez a, említetted a retro rádiót. Igen. Megint egy olyan, és nagyon sikeres a rádió, nagyon zenéket, nótákat nyomnak, fogunk is bele meríteni. Uh-huh. Megint egy hasonló korszak jön, amikor ez szükség lehet. Egy dolgot még meg szeretnék említeni, amiről srácokkal nem egyeztettünk, de szeretnék megemlíteni. A zenekarnak egy olyan korszakáról, amire büszkék vagyunk, és sokat segített nekünk a zenei, úgymond pályafutásunkban. Évekig vettünk részt a rendőrséggel együtt egy úgynevezett anti-drog programban. Láttam is ott a pólón. Igen, az Igulyan hiszen pont igen. Egy ilyen drog próba volt. Minden évben Abátszalókon mindenképpen volt egy nagy koncert, egy anti-drog koncert. Nagyon komoly műsor volt, mindenféle meghívottakkal. Ott játszottunk, és a zenei számok, ami kapcsolódtak ehhez a témához, úgy kapcsoltunk a dologhoz. És aztán az antidrog koncerteket még Szolnokon is kiegészítettük, jártunk néhány helyre, de a fő vonal az Abátszalóki antidrog koncert, a rendőrséggel. Karolbe Lengyel Gyuri volt akkor, aki itt a tévén is dolgozott. Igen, régebben. Sportműsorokat meg minden. Igen, a sportot, ő csinálta a Szolnok sportot. Ő akkor a rendőrségnek volt a bűnlegezési alosztály vezetője, és a rendőrséggel így együtt kooperáltatok. Kooperálva csináltuk ezt elő. Nagyon sikeres volt, és szerettük csinálni. Jó, hogy ezt így mondtad egyébként, mert érdekes kérdés merült, mondom föl bennem is, hogy az egész csapat ugyanebben a fölállásban, mint hogy voltok, illetve aki nincs itt közöttünk, úgy az az ötös, lányokat hoztok magatokkal, vagy egyelőre csak cicával megy az ének majd? Azt, hogy hát tervezitek? Egyelőre így öten fogunk fellépni, Szőke Csabával ugye igen. Kiegészítve. Egyelőre ez a terv, tehát most nyilván... Próbák elindultak már így öten? Hogyne. Májovában hát mennek? Itt új számokkal kezdünk, olyan értelemben új számokkal, hogy nekünk új, tehát amit még nem játszottunk, így a közönségnek is új lesz. Ez egy gyakorlatilag egy blokknyi, tehát ez kb. 45 percet fog... Teljesen új harmad rész, perc. Ami teljesen új mai, számok. Vagy vegyes? Vegyes. Aha. Frissebbek, tehát nem régi számok, mert abból már elég jó kimerítettük a lehetőségeket, de mostani újabb. Ha még van idő, akkor annyit elmondanék ezzel a klubbal kapcsolatban, hogy nagyon fontos még abban, ahogy mondtad, hogy van-e létjogosultsága a dolognak. Nagyon fontos ebben a dologban az, és amiért is létrejött az egész, hogy a Abanovák Kultúrás Központ jövőre lesz 40 éves. És ezzel gyakorlatilag most fordult elő először, hogy egymást kerestük meg. Tehát ők is megkerestek minket, mi is őket, hogy szeretnénk ezt a dolgot csinálni, és ők ebben nagyon nagy partnerek, teljes messzeséggel benne vannak, segítenek. Tehát minden együtt áll, ahogy mondtam az előbb, hogy ez működjön, de ez nagyon lényeges volt, hogy ők is ugye kinyitották az ajtót ennek a dolognak, és segítenek. Hát most mi kinyitjuk egy saját szám, ugye, mert mondtátok, hogy rengeteg számban egy 300-as repertoár, vagy még több, és arról majd utána fogunk beszélni, hogy közben azért, hogy íródtak saját számok, és az apropót az adta, hogy Kővári Tamás emlékére készítettetek egy számot, mikor minden aranyból lesz. Előbb hallgassuk meg, és szerintem utána beszéljünk róla, úgyhogy most ez a szám következik, saját Origó szám.
ez frontemberes, hallod. Hívtak egyébként énekelni nagy együttesekbe? Azért akarom kérdezni, mert tudom, hogy az Időgép az egy komoly kis együttes volt, de mi volt eddigi pályádnak mondjuk legnagyobb kihívás, hogy hívott a, nem mondom, hogy milyen együttes. Hát úgy nem hívtak, egyszer a, ugye a bikinivel turnéztunk egy évig, a Lois megkérdezte, hogy tudnék-e bikinit énekelni. Aha. Most ott volt a Déna is, hát mondom, persze, azt így ránéztem Dénaira. Tehát úgy konkrétan nem. Aha. De léptünk föl, tehát Varga Mikivel együtt énekeltem. Tehát, igen. Tehát volt közös produkciónk, meg van is, csak hát ugye most még stagnálunk. És ő szeretett a vágó műsorban, nem tudom, mi volt a tehetségkutatóban. Kifutó produkció, még az ős X-faktor, tehát az volt az első ilyen tehetségkutató, oda még elmentem. Szólóba? Szólóba. Aha. Csak hát magyar dalt választottam, ugye, és a megmenetés is külföldön volt, akkor még ugye, mert rossz dalt. Tehát úgy lehet rossz dalt választottam, hogy nem magyar kellett volna énekelnem, de egyébként. De jó, mert valami igen volt ez a kifutó. Az is, hogy a 2000 vágó valami, az volt az első. Azt mondta a Titára, hogyha a zenekart alapítani már, mint a vágó, igen, akkor ő lenne, mert a Tita lenne az énekes. Ja, mert nekik azt volt. Azt a Csonka mondta. Nekik... A Csonka András volt a zsűri, igen, a tag az egyik, na, és a Csonka mondta, emlékszem rám. Ott ültem a felvételen, közönség voltunk. Igen, egy volt. Ja, kicsit. Tehát egy közönség voltam, ja. Ilyen fizetett közönség? Nem. Volt érte semmi. Azt hittem. Favágók. Ugye az volt ezeknek a nevük. Favágók. A vágónak a basszus gitározott, és egész jó. Ja. És jó is énekelődik. Közben azért mindig elfelejtkezem, de van egy-két lemez. Ki szeretne húzni? Nem muszáj. Megle. Jaj, nem. Megle, húzzon egyet. De keverd meg. De hagyd már legfősőt, kiszúrtad magadnak. Ja. Szóval egy LGT-t sikerült, most nagyon sokat hallom, voltam egyébként Presszernek a jubileumi koncertjén most, meg voltam a Zorán koncerten is, ahol Presszer volt a vendég, van egy nagyon érdekes kis hangszer, amivel kíséri magát, nem tudom mi a neve, egy húros, olyan, mint a hárfa, csak annak egy ilyen tizednyi változata, valami nagyon érdekes kis, majd, hogyha lesz fölvétel majd, meg akartam tudni, hogy mondom, hárfáska. De hárfácska, igen, hárfácska. Na nézzük az LGT-t, abból mi jut eszedbe, van-e rajta dátum, meg nem tudom mennyi volt akkor a lemez. 78-as kiadás, már látom is. Ami a Mindenki című, uh-huh, nagy lemez. Játszotok? Lokomotív? Hogyne. Tényleg? Hogyne. Hát vagy 5-6-on biztos. Aha. Sőt, volt egy olyan Origo buli a Kossuth téren, nem tudom milyen rendezvény keretein belül, ahol előttünk a Somló lépett fel. Lejött Somló a színpadról, oda mentem hozzá, megkérdeztem, ha nem volna velünk kedve, igen, egy pár LGT-t énekelni, és mondta, hogy azt mondja, végül is miért ne. És akkor feljött és eljátszottunk. Sajnos erről, ha valaki hallja, akinek van, igen, esetleg fotója erről. Szilveszter Kossuth tér, vagy mi volt? Nem. Ez valamikor... Utánok a Hungária volt. Nyáron. Yeah. Hát ez ilyen rendezvény, szerintem a szolnoki kiállítással egybekötött egy ilyen esti buli volt. Aha. Le is volt zárva a Kossuth tér tulajdonképpen. Uh-huh. Akkor. Igen. És akkor a... melyik számot játszottuk el? Hát a Ringasd el magad, 58-as bugi. A mindenségi. Nem fog mindegy. A Ringasd el még de vagy 3-4 szám biztos, hogy szakszizott is a tényleg beszél, mert szakszavonatok volt? Mert nem úgy emlékszem, az... hogy hozta is. Ja, hozta is, ott volt vele. Nyomta a szakszit. Uh-huh. Ja. Mindenki. A szám címe. Nálatok. A lemez címe. Igen. Hogy saját számoknál tartottunk az imént. Saját szám, hány van a repertoárban nektek? Hát 2 tulajdonképpen, ez amit az imént hallottuk, meg a békedal, amiről szó volt, ugye a klip formájában is megjelent. Hát ez a szám, ez a Minden aranyból lesz, ez egy barátunk emlékére íródott, Kővári Tamásnak hívták, ő újságíró volt. Állandó rajongója a zenekarnak? Lehet azt mondani, hogy rajongója, de úgy barátunk is volt, tehát és ő neki a emlékére készült ez a dal, ezt többször elő is adtuk, ő, ugye már Kővári Alapítvány is van, meg ilyen díj is. Így van, Abadovágban minden évben. És az elejében ezt el is adtuk, elő is adtuk ezt a számot az első 2-3 alkalommal, amikor volt ez a díjátadó. Tehát ez ilyen utat járt meg ez a szám. Most még egy mondat, és utána megint jön egy szám. Jó, nem csak a Kővári Tomihoz annyit, hogy nekem személyes jó barátom is volt, együtt jártunk síoktatni ki Szlovákiában, meg vittünk iskolákat oktatni, egy szobában aludtunk mindig,
és mindig el kellett, minden éjszaka arra aludt el este, hogy játszom el neki a első villamos fonográf nótát. De ez jó. Volt a nagy kedvencem, minden nap el kellett neki játszani. Ne mondd már. És ezeken a Kőváry Tamás emlékműsorokon mindig, mindig el is játszottuk. Voltam, amikor Cicával ketten énekeltük el ezt a dalt. Most megint aztán el van tolva egy időpontja, de megint lesz egy, ahol megint el kell játszani majd ezt a dalt, a Tamás emlékén. Hát azt a számot meg is miatta tanultuk meg annak idején, nem? Uh-huh. A első villamost? Igen. Játszottuk. Játszottuk. Én tudom, emlékszem rá. De jó, hogy ilyenkor jönnek az emlékek föl. Most arra viszont kíváncsi vagyok, hogy kinek mi jut majd eszébe. One Day című szám. Erről mit kell tudni, Csabi? Hát ez egy Gary Moore nóta. Uh-huh. Nagy gitárszólókat tudsz benne. Hát igazából inkább ilyen lírai. Ez a szám, én néztem a szövegét egy kicsit az újrakezdés, tehát ez optimistának tűnik nekem ez a szám, inkább, mint szomorúnak. Uh-huh. Ez van egy ilyen speciális hangulata, ez mindegyikünknek tetszett, Laci nagyon jó énekli, ezért fölvettük demóként, demóanyagként annak idején, és akkor vágtam rá egy ilyen kis klippecskét a zenekar életéből, tehát ezek ilyen hangulatoktól tulajdonképpen nincsenek köze a szöveghez, meg semmihez, csak ez ilyen kis áttekintésnek. De az jó, az előzőn is nagyon jók voltak, hát hogyha egy-két kockát még ők is most látnak itt először. Az valószínű. Az valószínű. Szóval következik a One Day Origo módra. Where before your sorrows like an open door, your wings sway from March to law. Somebody must have done you wrong, but one day the sun will shine on you, turn on you. És elhált a szám, szemem, azért a klubnál, ott 300 ember mennyit ér oda be az aulába? 800-an voltak, bocsánat. Nem mondd már! Itt 800-an voltak egyszer a műfazon. Akkor még nem volt tűzvédelmi rendészeti jegyemek, akkor még nem. Hát ők voltak a fizetők, ugye? Ja, igen. A 200 emberről nem beszél, viszont bármilyen érdekes, úgy tudom, 1000 emberre van méretezve most is. Az aula? Így van. Ja. Ezt kevesen úgyhogy, tudják, hallják. Úgyhogy van, nem, hely, hát lehet fönt ugye a fönti ülés az 400. Uh-huh. Tehát állóban meg az érzed, de hát ezzel meg kell kérdezni majd a tűzvédelmi parancsnok urat, hogy hány ember jött be. Ne feszegessük. Mennyivel lennétek megelégedve, hogy az első koncerten ott legyen? Hát én szerintem nem beszélünk itt számokról, jönni fog, akit érdekel. Nyilván, tehát nem mindegy, hogy 5 vagy 50 vagy 500. Nyilván az első 2-3 alkalommal nem fog csúcsa járni a dolog, de hát ennek el kell terjedni újra ennek a hírnek. Hát ez is egy hírterjedés, hogy itt vagytok és erről beszélünk. Ez is egy nagy lépés, de hát nyilván Facebookon. Mindenütt, ahol lehet
híreljük a dolgot. Aztán a tények magukért beszélnek majd, úgyhogy ezzel szemben szerintem senkinek nincs aggája, hogy most újjaj, mennyi eljönnek. Aha. Az első színpadra lépés azért szerintem komolyan fog verni majd a szívetek január 19-én. Hánykor kezdődik a koncert? 7-8? 8 óra 21 óra, 20 óra kaponyítás, 21 kezdődik. Előzenekar, de hogy lenne, Origo klubnál nincs előzenekar. Azért nincsen, mert na, régen se szerették. Mindig hívogattunk zenekarokat, és a közönség azt mondta, hogy Origóra fizettünk be, azt szeretnénk látni. Ne vigyázz időt. Értem, de hát ezért a közönség, ő a dönt. Annyit teszek hozzá, hogy terve viszont van véve, hogy sztár vendéget fogunk hívni, már nevek is vannak, tervek is vannak, megvan áll, hogy mondjam, a támogatás is, tehát igazából... De az majd a későbbiekben. Tehát minden egyes ilyen bulin általában, vagy kettőn, majd... akkor valaki úgy belép. Igen. Amit ti játszotok, így nyilván van, élőben. Így van. Aha, és akkor egyféle rá. Hú. Szolnok zenei élete azért most már eléggé színes, tehát vannak klubok, Miki is csinál egyet, van egy másik klub ott a Szolnoki kint az állomáson, ahol szintén zenekar szokott játszani. Hogy látjátok? Ma a fiatal gyerekeknek van lehetősége, annyi, mint annak nektek volt, volt annyi együttes, nem volt annyi együttes, tehát a mai zenei élet Szolnokon. Gondolom, kevés időnk van, úgyhogy gyorsan válaszolok a kérdésre. Annak idején, mikor ezt csináltuk, akkor volt még egy Integrál együttes, volt még egy Crossroad együttes, volt három tömött diszkó, aha, és kényelmesen elfért mindenki egymás mellett. Én szerintem most sincs olyan túlkínálat, hogy ez ne lehessen életképes akár ez a dolog is, de mellette nyilván a többi is. Úgyhogy én szerintem csak színesedik a világ Szolnokon is ettől. Meg hát az Origo így, ahogy mondtad, én az elején tényleg amit gondoló is voltam, de hogy a ti Szolnokon, hogy is jegyezték az Origót, az első három, hogyha most vissza kell gondolni, Integrál, Origo, vagy az első kettő is, tehát gyakorlatilag majdnem ez a kettő jut eszembe. Aki mondjuk hosszú múlta sokáig ott volt Szolnokon, meg hát az ország különböző pontján. Igen, ez volt. A két. Én ezt szoktam úgy mondani, hogy amikor az Integrál különböző tagcserék és egészségügyi stb. Problémák kapcsán kezdett úgy nem ellaposodni, de valahogy úgy ritkulni. Akkor az Origo vette át egyébként nagyszerű Integrálnak a helyét, szerepét. Így van. Itt is utánunk is történt egy ilyen... Próbálkozás? Hát, hogy próbálkozás. Ilyen majd? Igen, próbálkozás. Most szeretnénk visszavenni ezt az első helyet. És akkor ugye nem mondtuk, hogy huncutok vagytok, én sem mondtam egyébként direkt együttes neveket, hogy hogy is van ez, mert aki gondolom tudja, benne van a zene életben, az leszedi. Cica, új dalokat ilyenkor már megvan, mert még Kecskemét Szolnok között nehéz az út, de a mai világban, már ugye a számítógép világában nem nehéz, azaz új dalokkal elküldik neked a kottát, zenei anyagokat, Csabi, vagy hogy történik, amikor jössz a próbára? Felveszik. Szöveg, zene fel van véve, ki van nyomtatva, és úgy otthon maszekba hallgatom dallon. Próbálni összönünk, és akkor ott meg... De szerintem mindenki úgy van ezzel, hogy így csinálja. És így együtt ebben a stílus... összetételben már hanyadik próbán vagytok túl, hogy készültök a 19-ére? Ma lesz a 9. Ajj! Hazudott, vagy igazad van? Nem, annyira. Csabi, jó ebben. Most annyiban változott a régebbihez a dolog, hogy zenekarilag össze... lőjük a számokat, így, így szoktuk mondani, és Laci meg minden negyedik, ötödik, ahogy ráér, próbára jön el közvetlenül, és akkor végigmegyünk az összesen. Én lepődtem meg a legjobban, hogy ez működik. Nem voltam ehhez hozzászokva, hogy valaki hiányozzon, nem szerettem sosem, de teljesen jól működött a dolog, tehát úgy rögtön stabil volt az alatt. Próbateremetek megvan, az rendben van? Megvan. Ugye sok együttes azzal is küzd, akik most jönnek. Nem küzdjük, csináljuk. Így igen. Gondolkodsz azon, hogy végül Szolnok, a Kecskeméten elég hosszú idő volt, Szolnok, hogy visszaköltözni? Igen, így van. Hát meg ott kitelelek, és utána apránként vissza. Apránként vissza. Visszatérek, így mint. Magasan kvalifikált jogosítványa van, megpróbáljuk elhelyezni Szolnokon valamit. Keresjük az ilyen embereket. Hát azért... Már időgényes, amit csinálok, tehát nagyon. Mi arról, amit mondtál, nyilván az most a műsoridő már nem töltenék ide, azért kamionozni. Németország oda-vissza. Havonta hányszor? Megyünk, jövünk, tehát nem kóborlunk ott össze-vissza. Azt a jó csak jövünk, megyünk, csak hát ugye az is sok idő.
Jó, zászló, mindenkinek egy mondata van, Origo volt, van, lesz. Egy a csapat, egy a zászló. Meg volt az első. Miki, hogy látod? Utolsó mondat, mert jön a nagy klip a végén. Hogy látom, optimista vagyok. A nyolc zenekarod mellett még belefér az Origo? Nem, nem, nem. Kicsit azért úgy csakkoztam, hogy erre mindenféleképpen ráérjek. Jó, ez egy jó mondat, látod. Meg hát én nagyon várom a klubokat, uh-huh. mert akkoriban is szerettem, meg a ma este próbát is, mert a ma este próbálom. Úgy de jó. Fonográf, utánérzet, ugye van még a kis együttes, neked is belefér az Origo? Most őt hát nem próbáljuk egyeztetni, nem vagyok hívva sok zenekarosdinak, de, uh-huh. de muszáj egyeztetni valahogy. Ugye végén kiúztam a huncutságot, Csabi, ugye Váczicát tudjuk, hogy ő most pont az időgép környékén épp ráér, neked meg te is, mert szerintem most az Origo tölti ki minden pillanatodat. Persze, hát én nekem igazából ez van, aha, ez is volt. Ugyanazt csináljuk, mint régen, most már tudjuk előre, hogy mit kell jól csinálni, hogy ha. Kell csinálni. Semmi gond nem lesz. Megvan a recept, már csak egy maradt hátra, hogy nektek 19-ére egy kalappal, ugye most mindenkinek boldog karácsonyt lévén, hogy még előtte veszük fel a műsort, szilveszterre mindenkinek jó rákészülődés, majd a pótszilveszteri 19-i bulira, ahol is Origo 21 órakor lép a színpadra, 20 órakor pedig kapunyítás. Köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor köszönöm, mivel is szépen. Tudnánk búcsúzni, mondjatok egy jó végszót rá, Origo Klub Mix 2001. Hát ez egy 2001-es Origo Klub előtti készülődés és maga a klubból felvételek uh-huh. egy bizonyos demónkra. Tehát aki elmegy majd 19-én, valami ilyesmire számít. Az körülbelül, vagy nagyobb bulira. Ez a jó végszó. Mindenki szeretettel várunk. Így igaz. Origo Mix 2001, illetve 2019. Köszönöm figyelmüket, legközelebb is lesz zenevonat itt a Szolnok Televízión. Akkor viszont a föltörekvő ifjú titánokból fogok ide hívni majd egy pár vendéget, hogy kik lesznek, meg tudják majd akkor. Köszönöm figyelmüket, Origo Mix 2001. Viszontlátásra. Ha felnőtt már a banda, mely akkor volt gyerek, mikor bukik jártak az ősti bécserek. Mégis minden szépen, a ritmus úgy dobog, hogy el sem hinnéd, milyen kár, nem vagy tűnik. Oh! A ritmus képletet, a diszkó klubba téved, és boogie-woogie-t játszanak. A múltad újra felébred, és felébreszti vágyadat. Hadd fűzzek ma magamnak, hadd fűzzek ma magamnak. Shubidubi, shubidubap, shubidubi, shubidubap. Életemben annyi mindent megettem, hagytam mindent más küzdődnek helyettem. Ettem míg az idegeim kikoptak. Engedjétek, hadd fűzek ma magamnak. Hadd fűzek ma magamnak. Hadd fűzek ma magamnak. Hadd fűzek ma magamnak. Engedjétek, hadd fűzek ma magamnak. Yes sir, that's my baby.